ebből nem tudunk eleget húsvétra beszerezni szinte. A kosórú törpe nyúl a legkelendőbb házi kedvenc húsvét tájékán. Csenkei Csaba, a kisállatkereskedés tulajdonosa azt mondja, ezt a fajta nyulat húsvét után sem viszik vissza az üzletbe. Ez a négylábú roppant érzékeny és félénk állat, akinek nem csak a húsvéti szezonban kell majd gondját viselni, ezért meggondolt vásárlása buzdítja azokat a szülőket, akik ezzel a kisállattal szeretnének örömet okozni az ünnepre a gyerekeknek. Nagyon sokan vesznek úgy nyuszit húsvétra, hogy utána nem tudnak gondoskodni róla. Most mi abban partnerok vagyunk, hogy azokat visszafogadjuk, azokat a nyuszikat, tehát gondoskodunk róluk, elhelyezésükről, táplálásukról, hosszú távon gondoskodunk. Mint minden kis házi kedvenc, így a nyulak tartásához is felelős viselkedés kell. Sok törődést igényel, nem mindegy, hogy mivel etetjük, és hogy hol lesz a lakhelye. Nagyon félénk állat, nehezen bírja a stressz helyzetet, nem nagyon tűri, ha egy kisgyerek babusgatja vagy húzogatja a füleit. Ezért is fontos, hogy csak azok vásároljanak, akik húsvét után is megfelelően tudnak gondoskodni róla. Most az utóbbi időben már nincs gond. Mikor a nagyon sok nyúl fogyott így húsvétre, akkor voltak problémák, illetve hát látni nem láttam, de azért hallottam, hogy kukák mellett meg egyéb helyen találtak nyuszikat futkározni. Az nem jó. Az a jó, hogyha ilyenkor inkább ide visszahozzák. Több helyen van azonban már lehetőség a nyuszik bérlésére is, ezért érdemes interneten, illetve a kisállatkereskedéseknél érdeklődni. Így húsvétkor az öröm is meg lesz a gyerekek számára, az ünnep végével pedig a kis kedvenc is jó helyre kerül vissza.